Üdvözlök mindenkit, Leirus lennék, és ez itt ismét a Euro Truck Simulator 2. Jó régen játszottunk vele. Folytassuk a küldit. Kezdjünk talán egy fuvarral. Legyen külső megbízás. És... hol van? Magyarországon voltunk? Már arra sem emlékszem. Arra sem emlékszem, hogy ott lettünk volna, de akkor ott vagyunk. Jó. Na, hát akkor innen menjünk valahova. Valami jó kis fuvar kellene. Gyümölcskoncentrátum már megint. Szeszes ital. Óha. Ez jó. Értékes rakomány, markoló. Nézzünk azért még szét. Ó! Azért választom ezt valószínűleg. Mert ez sok a bónusz. Úgyhogy legyen ez. Vagy nézzünk még, hát ha. Nem, ennyi. Ennyi most a meló. Megyünk Lengyelországba. Túlsúlyos rakomány. Hát kipróbáljuk. Hát csak megbirkózunk vele. Igazából nagyon fog függeni a terepviszonyoktól. Hát bízom benne, hogy megbirkózunk vele. Na, hát akkor itthon vagyunk. Húha, várjunk. Elfelejtettem, hogy mit, hogyan, merre, miképp. Ja, hogy elfelejtette. Jó, akkor ezt gyorsan beállítom. Na, elvileg akkor működik a dolog, akkor induljunk. Csapjunk bele, vegyük fel a melót. Merre kéne elindulni? Jobbra. Akkor most így pofátlanul kikanyarodok balra. Okay. Hát majd megáll a kolléga. Vagy kikerül. Kapcsolunk egy lámpát. Hoppá! Megint el vagyok tőle szokva. Oké. Okay. Ó, kicsit nagy a Holt játéka a kormánynak. Elég sokat fordítok rajt, mire megmozdul.
Na mindegy, majd meglátjuk. Hát, a szegény Renault biztos szenvedni fog most. Felveszük ezt a cuccot. Oké. Na, ez egy jó móka lesz, nem tudom milyen hosszú lesz az út, de hogyha nagyon hosszú lesz, akkor meg fogom vágni a videót, és akkor két részletbe fog felkerülni. Ezt majd meglátjuk. És elvileg megérkeztünk a telephelyre. És itt van. Itt a csoda. Oké. Oké. Pótkocsi fel. Mondom, pótkocsi fel. Na jó, akkor T betű. Na, és akkor meg vagyunk. Hogy nézünk ki? Aha. Nem is tűnik pedig olyan nagynak. De biztos nehéz. Na menjünk. De nehéz ám. De nehéz ám. Innen jó. Innen jó. Tehát a fogyasztás biztos most jó lesz. De megbirkózik vele. Szóval nincs gond. ...765 km. Az mégis nem is olyan sok. Gyerünk, mennyi? Erről van szó. Egyébként azt nem figyeltem, hogy jött-e hozzá új DLC. Ha igen, akkor lehet, hogy be kéne szerezni. Most lehet neki adni. Mehetünk is. Ez a maxi gáz.
Azért nem kapkodj el, de egyáltalán nincs sok pénzünk. 24 ezer. Abból sajnos nem jutunk messze. De majd az a terv úgyis, hogy én majd átülök egy erősebbe. És ezt majd megkapja az alkalmazott. Na menjünk. Húzódok, mert nem vagyok egy... Lejtőn lefele, hogy megindul. A kormányt majd még be kell állítani rendesen. Nem tudom, hogy miért felejti el a beállításokat. Hoppá! Közben nézem itt a OBS-be a kontrollt, hogy... Elvileg minden oké. Igen, nagyon holt játék a kormánynak. Ezzel majd még állítunk. Egyébként gondolkodom azon, hogy a csatornára tegyek-e fel ilyen... Mert az a baj, hogy nem tartozik közvetlen a csatornához. Ilyen utazós videókat. Hogy merre, hol kirándulok. Nem tudom, hogy erre egyáltalán lenne igény, mert amúgy ez mégis egy gameplay csatorna, de... Oha. De szívesen teszek fel, hogyha van ilyenre igény. És nyomhatjuk is neki. Illetve hát nyomjuk, csak nem megyünk. Kellett ez a kis lejtő. Alvással jól állunk. Hoppá. Mennyi szélkerék? Az a baj, Magyarországra nagyon nem telepítenek. Na milyen? Előznöm kell? Egyelőre nem. Oké. Hát, de én tök jó boldogulok ezzel a túlsúlyos rakománnyal. Látom, éjszakai vezetés lesz, amit annyira nem csipázok. Hát
hát ez van. Igazából az a baj, hogy akkora játékból sokat nem fogtok látni, de hát ez van. Biztos 40-es lesz. Pontosan. És megyünk egy másik pályára. Na. Maxi gáz. Ja, úgyhogy megint visszatérek a Euro Truckhoz, meg a American Truckhoz. Kicsit el lett hanyagolva, igazából azért, mert ugye kormány elég nagy helyet foglal, és az el van ilyenkor paterolva. És mindig egy kicsit macera így összerakni helyügyileg. De szeretek vele játszani, csak nehéz magamat rávenni, hogy összerakjam a cuccot. Mi van itt? Mi megy mindenki arra? Ez lekanyarodik? Nem látok semmi ilyesmit. Aha, elfogy az út. Akkor jó. Itt 70 a limit. Oh! Ah! Pedig nyomtam a féket, de hát ugye ekkora tömeggel nem lehet. Na most akkor mi van? De hogy itt egy lámpa volt? Nem elsőség tábla. Hát, javíthatjuk az autót. Első út és egyből kár. Mit szólnátok, hogyha én most itt tartanék egy pihenőt, és nappal folytatnánk, nem azért, mert karamboloztam, hanem nagyon nincs látnivaló. Üzemanyagunk van, az nem kell. Ide szépen beállunk.
És remélem engedi a játék a pihenőt. Na, pihenhetek? Miért nem pihenhetek? Ne szívassál már. Ezt már egyszer eljátszotta velem. És nem engedi. Túl nagy helyet foglalnék. Most, ez most vicc? Hát, itt adod meg a pihenőt. Hát jó. Hát akkor itt pihenek. Nekem mindegy. Na, és már reggel is van. Menjünk. Elég érdekes helyen adta meg. Na mindegy, lényeg, hogy megadta, világos van. Bízom benne, hogy nem csúszom ki a határidőből. De szerintem egy pihenő minden bele van kalkulálva, úgy adják a küldiket. És ahogy látom, ez nem egy autópálya. Hol vagyunk egyébként? És most lehetne. Na, itt a határ. Jó. Átléptük a határt. Ajaj. Get ready to turn right. Passa. Turn right. Ja, jó lesz ez. Két jobbos. Okay. Keep right. Then turn right. Itt már jártam ezek szerint, mert nem mondta azt, hogy fel kéne fedez, hogy felfedeztem Kassát. Na. Gyerünk.
aztán egy balos. Hogy balra megy az út? Majd meglátjuk. Stop táblánk van, ahogy látom. Kicsit előbbre, mert nem látom a táblától. Oké. Na, itt meg aztán végképp nem látom a táblától. Mindegy, ha itt jó lesz, akkor... Most kienged? Nem. Na, menjetek, menjetek, menjetek. Mennyien jönnek jobbról. Rendőrség, na mindjárt ezt elcsapjuk. Na, legyen már valami. Na, én most kimegyek. Aki bújt, aki nem. Így. Ez 38 kilométer. Örömmel végig pálya lesz. Érzi az emelkedőt. Na. Erről van szó. Azért felküzdi magát mindenhova. Ugye a Renault a kamionok között itt, hanem nem túl jó szereplő. De még nem voltam Renault-val, úgyhogy gondoltam, kipróbálom. Tűzoltó, és úgy néz ki, hogy nappal fogunk megérkezni. Az jó jel, ha csak nem fogok elálmosodni. Mert elég necces lesz, mert 9 óra út van még. Ként tenni a rakománynál azért érződik, hogy megnőtt a fogyasztás. Ha jól emlékszem, valós fogyasztás van beállítva. Oké, menjünk jobbra. És itt balra megyünk.
És felküzdi magát. Felküzdi magát. Úgy néz ki, hogy mehetünk. Na, mi történt? Ja, hogy a kaszálás elvitte a táblát. Kaszálta a feneke. Szintet lépnek a sofőrjeim. Az jó. Hát most ilyen Bundesz van, ahogy látom. Valószínű megint több részt fogok felvenni belőle, mindegyikből, a Euro Truckból, meg American Truckból is, mert ugye, hogyha egyszer összerakom itt a dolgokat, akkor... Ó, micsoda a röpcsi. Várjunk, fék. Én most itt bocsra megállok. Ez de menő. Ebből jó fotó lesz. Ne dudálj! Éppen alkotok. Na. Szóval, ha már összeraktam a rendszert, akkor több videót fogok belcsinálni, hogy ne kelljen mindig. Előbányászni. És igazából nem tudom, hogy milyen tematikát csináljak így a videó feltöltéseknél, hogy mit tudom én, minden kedden csak mondjuk switch. Né, tank. Tank. Ez de jó. Szerintem én péntekenként Xbox, vagy minden szerdán Ark, vagy igazából nem tudom. Meg az a baj, hogy ezt eléggé meg tudja variálni az is, hogyha mondjuk elmegyek Szabira, ugye? Hát akkor ugye nem fogok videót csinálni. És ez így eléggé bevariálhat. Na mindegy. Ugye a másik meg... Hát sajnos ez a én hibám. Hogy általában azzal játszok, amivel kedvem van. És ezért van úgy, hogy néha egy játékból hosszabb idő is eltelik, még kerül fel videó. Mert akkor most úgy volt, hogy inkább azzal nincs kedvem, hanem mit én játszok helyette, mondjuk Conant, vagy nincs kedvem Conanezni és árkozok, vagy egyebek. Meg ugye árkozok felvételen kívül is, ugye most a bosszozás, a artifakt begyűjtés kicsit nehézségbe ütközik. És ugye hát
most készülni kell a artifaktozásra, ugye fogtam be Jutit, aztán most szaporítom a szaporítottam Jutit, szaporítom a Dimofrodonokat, úgyhogy nem így is egy csomó óra belemegy abba, mert gondolom az nagyon nem nagy játék élménye, hogy ott szaporítgatom az állatokat, kivéve ugye van olyan csatorna, ugye, amelyik ugye ha live-ba nyomja, az úgy jó, mert ugye mutációra hajtanak, és ugye a live közben úgy lehet beszélgetni az emberekkel, viszont én nem csinálok live-ot. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az egy kicsit olyan unalmas videó lenne belőle. Na mindegy. Szóval ezeket megcsinálom így felvételen kívül. Ja, hogy 70-nel lehet menni. Na most meg már 80-nal. Most már megint 70-nel most szivat? Keep left, then turn left. Oké. Beférünk még? Beférünk, jó. Csak kicsit nagy a slung. Hát, ha én egyből ide fordulok ebbe a sávba. Lámpa. Jó, most megállunk. Na, szerintem tök jó pofa. És mehetünk is. Lehet, hogy majd át kéne raknom valamelyik gombra a külső kamera nézetet. Csak nem tudom, hogy melyik gomb helyett rakjam be, mert mégis tényleg csak a lényeges dolgokat raktam be a kormánynak a gombjaira. De mindegy, majd meglátom. Ami jó, hogy lassan elérem az 500 feliratkozót. Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki feliratkozott. És hát cél ugye az 1000, mert igazából onnantól számít a dolog. És ez azt mondják, hogy elég rossz a YouTube-ba, hogy eleve azokat segíti, akik már úgymond sikeresek, de viszont valahol érthető, mert hát végülis ők már megdolgoztak azért, hogy oda eljutottak. És ha jól gondolom, akkor minél több feliratkozó van valakinek, annál több feliratkozót is vonz. Hát majd meglátjuk. Bár ahogy látjátok, én max ilyen kis
bannereket helyezek el, hogy hát iratkozz fel, én nem... Jaj, azt hittem megbüntettek. Csak kölcsönt fizettem vissza. Elég megcsappant a pénzállomány. Úgyhogy én így nem szoktam kérni senkit, szerintem ez olyan, hogyha valaki akar, akkor úgyis feliratkozik. Nem gondolom, hogy csak azért... Aztán lehet, hogy aztán... Én látom rosszul a dolgokat, csak azért, hogy azt mondom, hogy iratkozzatok fel minden videó elején, végén, közepén. Akkor annyival több lenne a feliratkozó. Én legalábbis én még soha nem iratkoztam fel úgy egy csatornára, hogy hát... Azt mondta a youtuber, hogy iratkozz fel, és csak azért iratkoztam fel, hanem azért, mert tetszik a tartalom, tetszik, ahogy előadja a tartalmat. Na mindegy. És marha jó nézni, ahogy így nézem a youtuberek régi, több évvel ezelőtti és a mostani videói között, hogy mekkora fejlődések vannak. Mind technikában, mint előadásba, és mindenhogy. Hát nálam az előadás az annyira nem. Nem a erősségem a beszéd, mondjuk így. És tök jó, hogy mégis belevágtam a YouTube-ba. Mondjuk az, hogy szeretek játszani, szeretek videót vágni. És gondolom, hogy a videókészítés, illetve a YouTube-ozás segít abba, hogy valamennyire fejlessz az ember a beszédkészségét. Ahhoz képest jó régóta dumálok. 285 km van hátra és 5 óra. Hát nem tudom, hogy meg kell leállnunk pihenni, lehet, hogy nagyon necces lesz, míg odaérünk. Majd meglátjuk. Ja, szóval ez a YouTube-ozás számomra időzőjelben ilyen terápia jelleg is, hogy dumáljak még többet. Na mindegy. Az, hogy mennyire fog felfutni a csatorna, vagy mennyire nem, az meg a jövő kérdése. Amit megfigyeltem, hogy inkább az ilyen dínos játékok a favoritok, inkább azt nézik meg többen. Hát majd csinálok azt is, csak ugye azt elkezdtük a kokával, és nagyon nehéz egyeztetni, hogy mindegyikünk ráírjen és tudjuk nyomni a Path of Titan-t például. Aztán majd csinálok egy ilyen tesztet arról is, hogy Xbox Series X-en milyen az Ark. Mert azt megnéztem, hogy lehet rá billentyűt és egeret kötni, és működik. Ugye nem minden játéknál működik, Arknál működik. Hát próbáltam kontrollerre, de hát az számomra elég kapufa volt. Főleg, hogy én nagyon hozzászoktam. Egyébként még mindig én nagyon nem voltam konzolos, még PS2-t használgattam. Aztán annyi volt nekem a konzolos időszak. Szerintem én itt lehúzódok. Gyors hajtás.
Ja, hogy itt már 50 van városban, hát persze. Jó van, bocsi. Annyira belefeledkeztem. Tipikus férfiak. Egyszer egy dologra tudnak figyelni. Na. Hát ezen már átmegyek. Én már nem tudtam volna megállni. Ezért nem kapok büntit. Nem kapok. Jó. Ja, szóval kíváncsi vagyok, hogy hogy fut Xbox Series X-en. És lehet, hogy a következő árkot. Következő árkot azon fogom nyomni. Még nem tudom az, hogy melyik pálya legyen. Az a baj, hogy egy jó pár pályával így félbe vagyok. Ugye Genesis 1, Genesis 2. Ugye elkezdtem a extensiont is. Azt se vitt fejeztem be. És mondtam, hogy hát újra meg kéne csinálni a Scorchedert-öt, mert hát amikor azt a videót csináltam, hát akkor még a technika hagyott kívánni maga után, úgyhogy van olyan, hogy késik a hang, meg ilyenek, és ez, bár mondjuk ez még a mai napig előfordul velem az, hogy rögzítek valamit, aztán mondjuk nincsen hang, vagy mikrofon, vagy játék hangja, pedig például a visszajelzésben látom, hogy működik és jó. Na mindegy. Szóval néha így megviccel a technika, meg például a zöld háttér ugye beállítom faszára, tök jó. Aztán sajnos nincs tökéletes sötétítőm. És akkor így szépen jön a nap, és szépen megvilágítja a hátteret, és egyből ilyen foltos lesz a felvétel. És akkor már úgy voltam, hogy hát én hát újra nem fogom felvenni. Egyrészt nem is mindig tudom ugyanazt produkálni. Úgyhogy inkább azt mondom, hogy hát nézzétek el, de így töltöm fel. Majd valahogy meg kell oldani ezt a dolgot. Hoppa, jó, hogy nem volt mellettem senki. Borulunk. Szégyen lett volna. Ó, micsoda üres gurulás. Ötven. Hogy még annál is kevesebb kell nekem. Uha! Ez vicces. Na! Ja, szóval visszatérve, hogy ugye a konzol kontroller. Ugye hát abszolút nem vagyok hozzászokva, és főleg akkor bajos, mikor mondjuk Xboxról váltok Switchre, vagy fordítva.
ugye akkor teljesen más a máshol a betűk. Na mindegy, ez a én problémám. Jaj, már itt egyből. Aha, jó. Ha itt kell, itt kell. És ugye, amit még nagyon kedvem lenne neki vágni, az a, az a Elite Dangerous. Csak ugye az, az olyan, hogy főleg, hogyha mondjuk kereskedő vagy, akkor az, az nem olyan izgalma. Bár igen, mert ugye vannak kalózok, akik megpróbálják elvenni a cuccodat. Nem tudom, hogy meg régi játék ugye, de én szeretem. Szóval nem tudom, hogy Elite Dangerous is mennyire lenne itt népszerű, bár általában nem azért játszok egy játék, hogy Jézusom már népszerű legyen, hanem, ahogy mondtam, azzal van kedvem játszani. Ilyen például a Thunderburn, ugye, a hódos, ami nem a legnépszerűbb videó, de én nagyon jó pofának tartom, és szeretek vele játszani. Van egy kilométer. Szerintem ezt már megúszok alvás nélkül. Két és három negyed óra. Ja, és ugye még a technikai problémákhoz hozzájön, ugye ez az OBS, meg a Nvidia felvevő szoftvere, meg ugye az Elgato-nak a rögzítő szoftvere. Mert például a konzolt csak az Elgato-val tudom rögzíteni. Azon sajnos nincsen facecam, ha nem lehet berakni a rusnya arcomat. Van 70 a limit. Az Arc-nál meg ugye az a gond, hogy az OBS valami miatt nem szereti, és elég sűrűn dobálja el a frameket, és ezáltal a felvétel, a játék nem. Szóval ezért van az, hogy játszottam vele is, és a felvételen láttam, hogy Jézusom, akad a játék, mert maga a játék az nem akadt. Szóval valami miatt nem pajtik, ezért azt az Nvidia-nak a szoftverével veszem fel. Úgyhogy vannak itt érdekes dolgok, és próbálom így orvosolni a dolgokat, csak kicsit nehézkes. Ugye most az OBS dolgozik, abszolút semmi baj, meg hát a játékok 99%-ánál nincs vele gond valami miatt. Nem engedi a, vagy az árka nem pajtik. Nem tudom, hogy ez másnál is előfordult, de ez egy jó nagy parkoló. Ja, és igen, hogy miért pont Xbox Series X? Hát egyrészt azt lehetett most kapni, ez az egyik. A másik,
a Game Pass az egy szerintem egy hatalmas kitaláció így, hogy így összehozták. És nagyon sok olyan játékot tudok majd vele játszani. Például az Ark, amit PC-vel is, csak ugye az a gond, hogy nekem egy Asus 1080 Advance van, ami néha már így elég kevésnek tűnik, és most eldönthettem azt, hogy most vagy egy grafkártyát veszek 3-4-500 ezer forintért, amit nem akarok, vagy pedig jóval kevesebb bér veszek egy Xboxot, ami hát elég durva teljesítményt tud. Úgyhogy ezért inkább úgy döntöttem, hogy legyen akkor az Xbox. Persze azért még a PS4-ről sem mondtam le. De azt kell, hogy mondjam, hogy elégedett vagyok idáig az Xbox-szal. Ami bánatom van, hogy ugye a Direct Series X és SS játékokat csak a belső csak a belső SSD-ről játszik le, vagy ugye a Xbox-os bővítőkártyán, ami horror egy összeg. Ilyen 180 font körül van. Na hát ez jó volt. És úgy döntöttem, hogy illetve igen, most arról beszélek. Szóval viszont a régebbi, az Xbox One-os és a 360-as játékok mennek a külsőről. Viszont azt meg lehet oldani, hogy a Series X és SS játékot telepíted a külsőre, és amikor játszol vele, akkor szépen átmásolhatod. 70-nel lehet menni? Szépen átmásolhatod a belsőre, ami iszonyú gyors. Szóval én egy külső USB-s SSD-s minyót raktam rá, és ugye oda felinstallálom a játékot, és felszabadítok helyet mondjuk a belső minyón, átmásolom, amivel játszani akarok, és mehet a buli. És ugye ennek az az előnye, hogy iszonyú gyorsan mozgatja át a fájlokat a külső és a belső között. Sokkal gyorsabban, mint hogyha hát 34 km ezt már kibírom. Szóval sokkal gyorsabban, mint hogyha le kellene tölteni. Úgyhogy ez legalább így megoldják. De mondom, a nem kifejezetten Series X és S játékok simán mennek a külsőről is. Nem tudom, hogy ez miért van így, miért találták így ki, de hát ez van. Na hát, csak végig beszéltem az utat. Nem is tudom, hogy a következő videóban miről fogok beszélni. Wow. Tizenegy kilométer és megérkezünk. Már látom is a célt.
lepakoljuk a cuccot, és utána... Bajlstok. Vagy mi. És utána alszunk egyet, és új út erővel keresünk valami fuvart. Majd a következő videóban. Még mielőtt megbüntetnek. És itt hova, merre? Itt egy balra. Ott lesz balra. Ott a bejárat. És itt van is pihenőhely. Csak így. Hát ezzel talán bajlódok. Megkockáztatom a bajlódást. Így. Na. Mikor lesz jó? Most. Üres. És T betű. Jaj, hol vagy T betű? Így. Na, hát kicsit megtörtük az autót. Szintet lépek? Nem. Oké. A 38 000. Jó. Opa. Akkor most megyünk, pihenünk egyet. És... utána veszünk fel valami melót. És itt tudok is pihenni. Meg van szerviz is. Lehet, hogy meg kéne javítatni a kamiont. És itt is vagyunk. Meg is javítatjuk. Szerviz. €221. Köszönöm szépen. Hát most nem festegetünk. Na. Akkor szépen beállunk és alszunk egyet. Jó, hát hadd álljak be normálisan. Na, lámpa lekapcs, motor kikapcs.
És akkor, srácok, innen fogjuk folytatni. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, Leirusz voltam, legyetek jók, sziasztok! Aludjunk!